Az 1800-as évek közepéig a vadászok elöltöltős puskákat használtak a vadak elejtésére. E fegyverek tűzkész állapotba hozásának elengedhetetlen tartozéka volt a vadászkészség, mely több szerszámot is magában foglalt. Az eszközöket ezúttal is Nagyrábén, a mezőgazdasági hagyományok gyűjteményében volt alkalmunk megtekinteni. Készség az összetartozó, azonos célt szolgáló felszerelésnek az összessége. Hallhattunk már tűzkészségről, pásztorkészségről, amit az asztalomon, ez egy vadászkészség, amely tartalmaz egy lőportartót, egy kis mérővedénykét, egy flastrom vagy folytástartót, olajzószerencét, golyóöntő formát és egy szerelővasat. Erre minden azért volt szükség, hogy az elöltöltős puskákat tűzkész állapotba tudják hozni, tehát elindulhassanak vele akár a háborúba, akár a vadászatra. Nézzük a részeit. Az első ugye a lőporttartó, amely szarvból, marhaszarvból készült, egy bőr kis átmenetet tartalmaz, és egy rész tölcsérben végződik, az egészen be lehet dugni egy kis fadugóval. Ez azért volt praktikus szerszám, mert ugye tudták hordani a nadrágszíra kötve, illetve a szarú biztosította, hogy szárazon tartotta, hisz a mondás, hogy tart szárazon a puskaport, ugye egyértelmű utalás arra, hogy a nedves puskapor alkalmatlan a puska megtöltésére, illetve a tüzelésre. A következő kis szerszám, ez a lőpor adagoló, részből készült kis mérő edényke. Ez azért volt érdekes, mert a puskapor mennyiségét nagyon pontosan kellett adagolni és kimérni, hiszen ha keveset mértek, akkor a gömblövedék csak kipottyant a puskacsőből, ha túl sokat, akkor csődudorodáshoz vagy csőrobbanáshoz is vezethetett a dolog. Ezzel viszont pontosan meg tudták határozni, hogy hány ilyen kis mérő edénykével kell a csőbe puskaport tenni. Ahhoz, hogy a gömblövedék pontosan illeszkedjen a csőbe, a puskapor fölött pedig ne maradjon levegő, úgynevezett folytást használtak a vadászok. Ez kezdetben állatszőrből készült, később már szövet darabkákat használtak. Ez azért volt érdekes, mert ez szinte légmentesen lezárta a puskaport, és a robbanáskor keletkezett erő egy az egyben a lövedék továbbítását végezte, nem veszített erejéből a levegő miatt. Hogy ez pontosan és jól illeszkedjen, flastrom olajjal is megkenték, vagy használtak. Ez egy kis olajzó szelencéből került a folytásra. Egyszerűen a puskacső végére, amikor rátették ezt a kis szőr csomót, akkor ennyi olajozással biztosították, hogy még összébb tapadjon, még biztosabb legyen a légmentes lezárás. Az ólomgolyók kiöntéséhez kőből készült formát használtak, mely szintén része volt a vadászkészségnek. Két fél gömböt faragtak, véstek a kőbe, és amikor összeillesztették a két fél gömböt, akkor nyert el a gömb formát, ahhoz, hogy az ólom bele tudják önteni, ugye egy-egy lukat fúrtak a kivált, kivésett félgömbökhöz. Mutatja a kő, hogy különböző kaliberű puskákhoz használták ezt a követ, hisz különböző méretű golyókat tudtak önteni. Ez különböző puskáknál is alkalmazható volt, de az előtöltős puskáknál volt olyan is, hogy nem csak egy lövedéket tettek a csőbe, hanem egy szorosan a csőz illeszkedő alá még tettek egy kisebb
átmérőjét is. Ezzel biztosabbra mentek, hisz két lövedéket is kilőttek egyszerre. Találtunk még itt egy szerelővas, amely az elsütő szerkezetnek a szereléséhez, a csavar kicsavarozásához volt szükséges, hiszen a kapszli, tehát a gyutacs, a kapszli és a cső végében elhelyezett lőpor között egy gyújárat volt, hiszen a kapszlinak a gyújtólángja ezen a gyújáraton keresztül robbantotta be a lőport. Ennek az átjárhatóságát folyamatosan nézni, vizsgálni, biztosítani kellett, és ha szükséges volt, ugye szét kellett szerelni, hogy átjárható legyen és tűzkész legyen a fegyver. A kezdetleges előtöltős puskák tűzkész állapotba hozása időigényes művelet volt, ezért a tűzkészség szerszámait együtt egy helyen tartották a minél gyorsabb összeszerelés érdekében. Ahhoz, hogy ez a tárgy így fennmaradjon, az is szükséges volt, hogy ezt a vadász egy karikára fűzve együtt használta, kezelte, tehát maga a vadászkészség egy összetartozó szerszám volt, és a karikán tudta szállítani, vinni, hiszen az előtöltős puskán ugye egy lövedék kilövéséhez viszonylag hosszú idő kellett, amíg tűzkész állapotba tudta hozni. Tehát ugye volt az előtöltős puska, amelynek a megtöltése olyan formán történt, hogy ezt az ügyesebbek tehát nem támasztják le a puskát, hanem egy kézzel megoldanak mindent, ez nem én vagyok. Tehát azt állítólag mindig figyelni kell, hogy soha nem szabad a csőnek arra nézni, mint nekünk, illetve felénk nem állhat a cső vége. A puskaport kiadagolták a kis mérőedénybe, beletettek 2-3-at, fogalma sincs, hogy mennyi kellett ebből ilyen kaliber esetén. Azután az állatszőrt tették rá a cső végére, olajzó szelencével. Itt kellene még, hogy 3 kéz. Olajzó szelencével megolajozták, tehát szintén a néhány csepp flastrom olajjal. Erre helyezték a golyót, gömblövedéket hivatalosan, és az egészet a töltő vesszővel szépen lenyomták a puskaporra. Tehát figyelni kellett rá, hogy teljesen le kellett nyomni a lövedéket, meg kellett rajta pattogtatni, hogy biztosan leérjen a puskaporig, le kellett mérni, hogy valóban ott van-e, és amikor ezzel végeztek, akkor volt az, hogy tűzkész állapotban volt a fegyver, és el lehetett indulni vele, lőni, vadászni, vagy ahova éppen indultak. 1850-es évektől már az előtöltős puskák kora nagyjából lejárt, és egyre inkább azok a fegyverek vették át a szerepet, amelyek már előre elkészített lövedékkel, töltényjel bírtak, hiszen ebben már szerepelt egy hüvelynek az alján volt a kapszli, a gyutacs, a lövedék alján volt a puskapor, fölötte a folytás, és a végén volt a gömblövedék. Újonnan készült előtöltős fegyverek ma is kaphatóak, hiszen napjainkban is kedvelt hobbi az előtöltős puskákkal való lövészet.
Magának a puskának a birtoklása nem engedélyhez kötött, a lőpor birtoklás és a lövészet viszont engedélyköteles. Tudod, mire használták című sorozatunk következő részében szintén egy érdekes tárgyat mutatunk benézőinknek.